Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon itt a Fehérvári Beszélgetésekben egy olyan hölgyel fogok beszélgetni, akire, hogyha ránézünk, és természetesen a szó jó értelmében, igazából minden eszünkbe jutna, csak azt nem, hogy egy művelődési háznak ő az igazgatója. Mai napon vendégem Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza művelődési ház igazgatója. Szia, köszöntelek téged! Szia, én is köszöntelek, és a tévőnézőket is. Na, első kérdés adódik, amit mondtam ugye a bevezetőmben, hogyha valaki rád néz, és mondom a szó jó értelmében mondom, nem rögtön egy művelődési ház igazgatójának a képét árasztod a szemlélő felé, hiszen ugye mindenkinek megvan egy képe az iskola igazgatóról, megvan a képe a kémia tanárról, és megvan a képe, és mindenféle sértés nélkül persze a művelődési az igazgatóról is. Kaptad már meg ezt a fajta visszajelzést, amikor mondtad, mi a szakmátod, rád csodálkoztak, hogy nem is gondoltam volna? Igen, hát ezzel napi szinten szembesülök, nagyon sokan mondják, hogy nem gondolják, hogy fiatal koromra való tekintettel, meg amúgy is, hogy egy ilyen szakmát választottam, és sokan érdeklődve kérdezik, hogy miért pont ezen a területen helyezkedtem el, és mi az, amit ebben szeretek. Ez nyilván abból is adódik, hogy sokaknak még ez a régi művelődési ház kép él a fejében, és el sem tudják képzelni, hogy azokon a régi programokon, szokásokon kívül, amik régen folytak egy közösségi házban, annak akár lehet most már egy fiatalos új lendületet is adni. Uh-huh. És akkor ez a cél, beszélünk majd a művelődési házról, kicsit otthon érezd magad egyébként, tehát akkor fiatalos lendületes, ezt mindenképpen el tudjuk előjáróban mondani. Egyébként gyermekkorodban te milyen gyerek voltál? Szintén ugye maradván a szakmádnál mindenki azt képzeli, hogy kódexeket másoltál, templomba jártál, csak a művelődés oltárán áldoztál, ez így volt, vagy azért ennél kicsit árnyaltabb a helyzet? Hát én nagyon jó gyerek voltam. Igen? Igen, igen. Jó tanuló. Nem voltam kimondottan jó tanuló, de rossz sem. Szerettem tanulni, szerettem iskolába járni, szerettem az ottani közösséget, a barátokat, az osztálytársakat, de mindig jó gyerek voltam. Nekem van egy bátyám, és kettőnk közül ő volt az, aki minden rosszaságot és csínyt elkövetett, és én pedig voltam a jó gyerek a családban, és ezzel így felnőttként is nagyon sokszor szembesülök, amikor nagyszüleimmel, illetve a család összejön, és együtt töltünk időt, akkor mindenki szeret ilyenkor beszélgetni, sztorizgatni, és a bátyámról rengeteg nagyon jó történet van, amiken a mai napig nagyon jókat tudunk nevetni, és amúgykor pont megkérdeztem, hogy na jó, de és rólam, tehát valaki mondjon most már valamit rólam, és csak ezt tudják mondani, te mindig jó voltál. Kislányom, nem tudom, jó gyerek voltál? Hát, igen, én mindig jó gyerek voltam, igen. Jó, egyébként megvan ennek az előnye természetesen, meg azt mondják sokan a hátránya is. Mi szerettél volna lenni? Tehát gyerekkorodban ugye a kislányok álmodoznak arról, hogy nem tudom, tavasztündér lesz, mostanában Anna vagy Elza, jégvarázsból, mindenki az akar lenni neked, de mi volt ilyen nagy álmod, hogy volt-e valami cél, amit te nagyon így szakmailag el akartál érni, amiről gondoltad, hogy az leszel, azzá válsz? Én nem igazán emlékszem, hogy kiskoromban lett volna valamilyen nagyon nagy álmom, már ahogy nyilván nőttem és teltek az évek, akkor hát óvónő szerettem volna lenni nagyon sokáig, aztán talán még alsós tanítónéni, de mindenképpen az volt előttem, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és emberek közelében szeretnék lenni, és éppen ezért nem indultam el a pedagógiai pálya felé, mert ugye ez nekem nagyon kötötlen lett volna, hogy mondjuk most csak pont az óvodásokkal, vagy az iskolásokkal, hanem azt éreztem, hogy úgy összességében szeretnék emberekkel lenni, és velük foglalkozni. És ezzel szemben mit végeztél? Tehát mi a eredeti szakmád? Én művelődés szervező vagyok, tehát én ezt végeztél. Így van. Tehát akkor a mostani szakmátod az teljesen tökéletesen illik. Hogy ugyanátok rengeteg program, a szabadidős program, kulturális program, beszélünk majd erről. Te hogy kapcsolódsz ki? Tehát nyilván egész nap te programok között vagy. Szervezet, benne vagy, velük élsz, ott vagy. Mi nyújtja neked a kikapcsolódást? Én mindig azt szoktam mondani minden vendégnek, hogy bármennyire furcsa, én sem zenét hallgatok otthon, mert ugye 17 éve rádiózom, tehát minden nap több órában zenét hallgatok, nyilván nem azt fog kikapcsolni. Téged mi az, ami kikapcsol? Gyakorlatilag engem ugyanez, csak más területek. Tehát, hogy azért a művelődési ház az viszonylag egy kötött dolog, de nagyon szeretem a kulturális programokat, és mindig érdeklődéssel nézem a városban is, vagy a környéken lévő programokat, és nagyon szeretek ezekre elmenni, imádok színházba járni, moziba, igen, koncertre például, vagy csak a barátaimmal együtt tölteni az időt, az teljesen mindegy, hogy hol, csak az, hogy együtt legyünk, és közösen, vagy az ő családjukkal, a gyerekeikkel nagyon szeretek időt tölteni, tehát ezek a dolgok azok, amik úgy kikapcsolnak. Zeneileg mi az, ami felé orientálódsz, amit kedvelsz, amit ez milyen stílus? Ez is egy érdekes dolog, mert hogy sosem rajongtam egyetlen egy bandáért sem, vagy együttesért sem. Nagyon sokféle zenét szeretek, egyedül talán ezt a
nagyon kemény tuc-tuc és társai, azt nem, de szeretek mindent, igen, meghallgatok mindent, a komoly zenét is, igazából ilyen mindenevő vagyok. Érdekes, nem olyan régen Szent Martinnal beszélgettem itt a Fehérvár TV-ben, itt volt a fia is, Norman, ő musical színész, ugye az Operáciás tagja, nem tudom, láttad-e a műsort, vagy tudsz róluk valamit, és kérdezed, Norman, pedig a fia, ő nagyon kemény rockzene rajongó, képes mondjuk, hogy musicalekben jeleskedik. Érdekes. Szóval vannak érdekes dolgok. Mennyire vagy házias ember? Tehát mennyire szeret sütni, főzni, takarítani? Nyilván a józanész határain belül a szereted arra vonatkozik. Igazából megoldok mindent. Én egy olyan családból jöttem, ahol ez teljesen természetes volt, hogy nekünk ezt gyerekként meg kellett tanulni, vagy hogy például én a saját szobámat takarítottam, de ott sündörögtem a szüleim körül, amikor sütött az édesanyám valamit, vagy főzött, és ezt így próbáltam ellesni, úgyhogy igazából abszolút nincsen egyikkel sem problémám. Sütni nagyon szeretek, főleg a kelt tésztákat, azokban egészen jó is vagyok. Most már elértük, hogy például karácsonykor, amit eddig a nagymamám, azt követően pedig az édesanyám csinálta a karácsonyi beiglit, most már a család engem kér. Tényleg? Meg 2 éve, igen, hogy ezt most már én süssem, úgyhogy ezekben a szerepekben nagyon, nagyon jól érzem magam. Sportolása úgy vagy nagyon fontos, ugye az egészséges életmódhoz nyilván fiatalként nagyon fontos a sportolás, fontos nyilván az alakod megőrzése. Mit sportolsz, vagy sportolsz egyáltalán? Igen, hát jelenleg most futok. A sport az gyakorlatilag így az egész életemre jellemző volt. Én általános iskolában is sporttagozatos suliba jártam, úgyhogy kézilabdáztam, röplabdáztam, kosaraztam, futottam. Aztán nyilván volt néhány év, ami így kimaradt, de mindig visszatért, és a futás az, ami ilyen örök szerelem maradt, és amiben úgy igazán megtalálom magam. Egyedül szeretek a legjobban futni, mert hogy akkor a saját tempóban futhatok annyit, amennyi éppen jól esik, olyan útvonalon, amihez éppen kedvem van, és engem ez nagyon-nagyon jól ki tud kapcsolni. Ugyanez nekem is, és nincs bedugaszolva a fülem. Nekem az, sincs igen, soha. Igen, sokkal jobb a termés. Ugye nyilván, amit mondtam a zene miatt, a másik pedig az, hogy sokkal jobban át tudod adni magad. Nem, ez furcsa hangzik, az egészségnek, a természetnek, és most nem akarok ezoterikus vonalban átmenni, de ez tényleg így, hogy sokkal jobban az ember át tudja magát adni. És igen. Mennyit futsz? Ugye most nézem tényleg a Facebookon, mindenki kiteszi, hogy mennyit futott, de ilyen, mit tudom, 10-15 kilométerre szinte szégyen kitenni már, szóval átestünk a ló másik oldalára. Te is ilyen környékeket, vagy azért kicsit visszafogottabb vagy? Hát én most így alkalmanként egy 7-8 kilométer futok, tehát az, amit így hétköznap, hétvégén igyekszem egy kicsivel többet, mondjuk 10-12, de ez az is hozzátartozik, hogy most azért versenyekre készülök, nem nagy versenyekre, számomra nagy, egy félmaratonra készülök, éppen ami majd itt lesz júliusban Székesfehérváron, ez lenne az első félmaratoni távom, úgyhogy most mindent megteszek, hogy minél jobb eredménnyel és jó kedvel futhassam le. Mert ez nagyon nagy dolog egy félmaratont egyébként futni. És hol szoktál a városban? Ugye rengeteg lehetőség van a városban, ez egy nagyon fontos törekvés a városvezetés részéről, hogy minél több szabadidős program legyen a városnak minden részében. Ugye általában Bregyó ennek a központja, nyilván rekordtámpája, hogy itt szoktál, vagy inkább erdős területen szoktál futni? Én a Haleszt kedvelem nagyon. Haleszt. Otthonról körülbelül 2 kilométerre van tőlem a park, tehát én a ház elől indulok, kifutok, és akkor ott körözök éppen annyit, amekkora távot szeretnék futni, és hát futva is megyek haza. Ugye azt szeretem a legjobban. A hétvégi futásoknál nyilván ez egy kicsit monoton és unalmas lehet, körbe-körbe sem szeretek futni, akkor választok inkább valami külvárosi részt, vagy valami távolabb, eső, nyugodtabb helyet. Na beszéljünk a munkáról, arról is kell beszélni, hogy a Gárdonyi Géza művelődési házról. Hogy kerültél oda az igazgatói székbe? Hogy volt ez? Az elejéről kezdjem? Igen. Jó. Hát gyakorlatilag még főiskolára jártam, amikor engem már felvettek, az utolsó fél évemet töltöttem, és én úgy kerültem kapcsolatba a Gárdonyival, hogy oda jártam gyakorlatra. Én megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy egyszer majd tényleg, ha elvégzem az iskolát, akkor egy művelődési házban fogok kikötni, de aztán azt hiszem, hogy amint betettem a lábam, így meg is fertőzött az egésznek a hangulata, és már nem volt onnantól kérdés számomra, hogy hol szeretnék dolgozni, és mit szeretnék csinálni. Ez a 12. évem a Gárdonyiban. Igen, most lesz 12 éve, hogy ott dolgozom, és hát viszonylag hamar, 3 év után igazgatóhelyettes lettem már. Ugye engem még a Dorian Viktor vett fel, és hát azok az állapotok akkor közel sem mondhatók jónak, amik akkor fogadtak minket a Gárdonyiban, de pontosan ezért volt számomra nagyon
motiváló, hogy elérjünk egy olyan állapotot, amilyen régen volt a ház. Tehát mindenki ismeri, volt Ikarusz művelődési ház, hatalmas élet folyt benne, és szerettük volna újra életre hívni, és megtölteni a falait emberekkel, és ez aztán így szépen lassan az évek folytán sikerült is. Tehát engem mindig ez vitt előre, hogy valami újat tenni, hogy még jobbnak lenni, hogy még inkább tenni ezért, és hát nem utolsó sorban azért a sok szeretetért, amit az ember ott kap. Tehát a mi munkánk nem könnyű, de mindig megéri, én azt gondolom, mert az odajáró emberektől nagyon sok szeretetet és kedvességet kapunk, és itt visszatérül minden energia, amit ebbe belefektetünk. És hát ugye most május 1-én volt 3 éve, hogy engem kineveztek, de egyáltalán nem volt kérdés, amikor a Dorian Viktor mondta, hogy nyugdíjba megy, hogy én megpályázom ezt a pozíciót. Én őtől nagyon sokat tanultam, nagyon sokat köszönhetek neki. Többek között az, hogy engem mindig hagyott egyedül dolgozni, és ezáltal nagyon hamar nagy rutinra tettem szert, és belekóstolhattam abba, hogy milyen az, hogyha az embert hagyják dolgozni, és megvalósíthatja az álmait. És aztán minden inkább sikerült, ez annál inkább már nyilván az volt a cél, hogy valóban azt az irányt is tudjam vinni, amit én szeretnék, amit én elképzelek, amit úgy gondolok, hogy ebből az intézményből ki lehet hozni, és most pontosan ezt élvezem benne, hogy kapott egy másik irányt, egy másik lendületet, természetesen megőrizve mindazokat a hagyományokat és programokat, rendezvényeket, amiket nagyon fontosnak tartunk, de emellett azért frissítésen is átesett több ponton, és én ezt most nagyon, nagyon élvezem, hogy egy csomó új lehetőségünk van. Ugye hát mondjuk egy főnök vagy, tehát ez egy főnöki vezetői pozíció, az nem mindig könnyű, nyilván nagyon sokat számít, hogy milyen csapat van ott, mennyire vevő a csapat a te ötleteidre, az innovációkra, az újdonságokra, mert én azt gondolom, csak úgy lehet ezt keresztül vinni, hogyha tényleg mindenki melléd áll, mögé sorakozik teljesen mindegy milyen irányba, de egy irányba eveztek a hajón. Mennyire van nehéz dolgod ott főnökként? Például hát valamikor azért legyünk őszinték, én is csináltam ugye a Vörösmarty Rádióban ezt 2,5 éven át, és hát nagyon sokszor azért meg kell dorgálni embereket, nagyon sokszor felkevni a figyelmét, hogy rosszul csináltad, ez neked mennyire megy? Mert hát te beszokott a rákfené lennének a dolognak, hogy hát olyan nehéz leszúrni az embereket, olyan nehéz megmondani nekik ezzel, te hogy vagy, megy ez neked? Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert én egy fantasztikus csapattal dolgozhatom együtt, tehát az összes kollégám mindegytől egyig a magáénak érzi ezt a házat, és ugyanazok a célok, ugyanazok a tervek, és így sokkal könnyebb dolgozni. Természetesen ettől függetlenül nehéz, hogyha mégiscsak valakit valamiért le kell szidni, vagy keményebben oda kell állni. Hát ez is hozzátartozik a munkához, nem mondom, hogy jó utána a lelkemnek, de ezt is meg kell tenni, de még egyszer tényleg ez nagyon fontos, hogy a Gárdonyiban egy szuper jó gárda, nagyon jó fiatalos csapat dolgozik, és nekem nagyon jó köztük lenni, és én hálás is vagyok azért, hogy ilyen csapattal dolgozhatom, hiszen nyilván az én munkám is így könnyebb, és így az elmúlt években nagyon jól összekovácsolódtunk, és ez, ami tényleg nagyon fontos, hogy mindenki a sajátjának érzi, és egy irányba haladunk. Szüleid gondolom büszkék akkor rád, hogy elérted ezt a nyilván pozíciót is, meg az alázatért, amivel csinálod ezt a fajta feladatot. Igen, hát ők mindig segítettek és támogattak ebben engem, és mindig figyelik is, hogy éppen hol tartunk, és mi minden történik az én életemben, illetve a Gárdonyi táján is, főleg azért, hogy az én családomban én vagyok az első, aki diplomát szerzett, aki teljesen más vonalon indult el, úgyhogy ezért is büszkék rám. Hogyha nem ez lenni, akkor mit csinálnál? Tehát milyen opció lehetne még, hogy azt mondaná valaki, hogy jó, az most ne adj Isten megszűnt, és akkor választhatsz, amit akarsz, bármit. Mi lenne az? Nem tudok elképzelni semmi más. Tehát ezen tényleg a vonalon maradnám. Nem tudom, hogy mit csinálnék. Nyilván akkor az élet új lehetőségeket hozna, és lehet, hogy más területen megpróbálkoznék. Nem tudom, most egyelőre annyira ebben élek, ezzel a házzal élek, és csak ezt tudom jelen pillanatban elképzelni, és vállaltam valamit, vállaltam 5 évet, illetve remélem, hogy majd még ennél sokkal többet, és nyilván megvannak a céljaim, a vágyaim, amit ez alatt az idő alatt szeretnék megvalósítani.
megvalósítani, és most csak erre tudok gondolni. Milyen programok vannak a Gárdonyban? Kicsit konkrétabban beszéljünk ezekről. Tehát úgy veszem észre, hogy te mondod, ugye most divat Fehérváron, ami nagyon jó dolog, közösségi tereket létrehozni. Tehát ez egy ilyen fedett közösségi tér, ahogy észrevettem. Tehát ilyen klubház, mondjuk így, kicsit retrosabban fogalmazva. Milyen fajta programok vannak ott a Gárdonyiban? Emeljünk ki egy-kettőt, ami ugye szívecsücske, és nyilván mindegyik, de amiket a legfontosabbnak tartanák kiemelni. Hát ez így tényleg nagyon nehéz, és ha lehet egy kicsit átfogóan, akkor nagyon fontosnak tartom ezeket a kis közösségeket, akik működnek, a klubok, a műhelyek. Én azt gondolom, hogy ezek nélkül nem lehetne valódi közösséget teremteni, tehát az ő munkájuk, az ő ott létük nagyon fontos a számunkra. Mindemellett természetesen van rengeteg egyedi rendezvényünk, amelyeket mi is nagyon, és a Fehérváron és a környéken élők is nagyon szeretnek. Ilyen például a Maroshegyi Böndörödő, ami most már ugye jó néhány éve egy nagyon kedves rendezvénye az ott élőknek, vagy például amit most már harmadik éve csinálunk, ez a Maroshegyi Családi Mesenap, amit nagyon-nagyon szeretünk, és ugye Maroshegy legnagyobb város része a településnek, rengetegen költöznek oda, nagyon sok a családos ember, igazán szeretik ezeket az eseményeket, a rendezvényeket, de ott vannak a hagyományőrző napok, amiket ugye korábban a Soston szerveztünk meg, most már ennek is teljes mértékben a művelődési házad otthon, de ott vannak az olvasóklubjaink, amelyek mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek szólnak, a kiállításaink, az író-olvasó találkozóink, a táboraink, azok a programok, amelyeket például hátrányos helyzetű gyerekeknek csinálunk. Én ezt is nagyon fontosnak tartom, és évek óta nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy minden területen tudjunk segíteni, és minden korosztálynak. Nagyon fontosak számunkra a nyugdíjasaink, rengeteget kapunk tőlük, és szeretetet, és nagyon sokat tudunk tanulni. De fontosak azok a programok is, ahol a generációkat tudjuk összehozni, a gyerekeket, az idősebbekkel. Itt is szintén ugyanez a helyzet, hogy a gyerekek is nagyon sokat kapnak ezektől az emberektől, és ez fordítva is így van. De ott van a PC Nagyi Számtek, amit azt hiszem, hogy 2010 óta csinálunk, és 6 csoporttal működünk minden évben. Az ilyen informatikai tanfolyam idősebb embereknek. Így van, nyugdíjasoknak, igen, és ezt is nagyon szeretik. Tehát én igazából ezt így még napestig tudnám sorolni, hogy mi minden. Igen, azt érzem rajtad egyébként. De ahogy figyelgetlek, tényleg én azt veszem észre, hogy valóban ez neked. Tehát olyan szeretettel beszélt róla, mint anya a gyermekéről. És ez tök jó dolog egyébként, ez egy nagyon jó dolog, és lehet mondani, hogy úristen, mennyire fanatikus vagy, mert lehet, hogy mondták rád, de szerintem ilyen vezetők kellenek, és nem főnököd mondtam, direkt olyan vezetők kellenek, akik ennyire fanatikusak, és ennyire szívvel lélekkel csinálják, és tényleg ez az életük, és tényleg annyira kell nekik, hogy minden napot legyenek, mint egy falatkenyér, ahogy szokták mondani. Igen, hát én szerencsés vagyok, mert szeretem, amit csinálok, és szerintem ez nagyon-nagyon ritka. És azért is tudok erről így beszélni, mert valóban nekem az életem része 12 éve ez a ház. Remélem, hogy nagyon sokáig még így is lesz. Nagyon jó a kapcsolatom az ott élőkkel, a maroshegyiekkel, a hozzánk látogatókkal, és nekem ez is nagyon sok erőt ad. Akkor idősebbek, fiatalabbak, mindenki megtalálta, és mindenkit vártok, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Házban nagy-nagy szeretettel. Ugye nyilván egy vezető, azért sokan mondják kívül, akik nem csinálták ezt, hogy milyen jó a vezetőnek, mert ő dönt el mindent, de nyilván az ő hátán is csattan mindent, tehát neked kell tartani a hátadat balhékért, bármi másért. Szabadságra hogy tudsz elmenni? Nehézkes megoldani, vagy viszonylag könnyen meg tudod oldani, rá tudod bízni valakikre ezeket a feladatokat? Hát ez is egy érdekes dolog, nyilván el tudnék menni, de nagyon nehezen teszem ezt. Nem mész. Persze azért nyáron mi is elmegyünk szabadságra, de én mindig azt mondom, hogy elérhető vagyok, bármi van, a legapróbb dolgokért, és nem azért, mintha nélkülem megállna az élet. Én tényleg mondom, nagyon jó kollégáim vannak, lelkiismeretesek, tehát bárkire bármit néhány nap erejéig természetesen rá tudnék bízni, de én szeretem, hogyha tudom, hogy mi történik a házban, és ez így van egy betegség esetén is, amikor, ha kell, akkor tényleg otthonról dolgozom, vagy beszélek velük, és mindig nyomon követem, hogy mi történik. Nem biztos, hogy ez túl jó dolog, de én valahogy így tudok működni. Pont ezt szerettem volna mondani, hogy coach lennék, vagy valamilyen tanácsod, akkor mondanám, hogy Erik, ezen nagyon hamar változtass, mert ez nem jó dolog, el kell tudni engedni, el kell menni szabadságra, nehogy gondok, problémák legyenek az egészséggel. Gondolom, ezt már mondták azért neked. Persze, de én tudok abszolút lazítani, szóval ez nem azt jelenti, hogy nekem minden éjjelemet és nappalomat a Gárdonyi teszi ki. Szeretem tudni, hogy minden rendben van, de ettől függetlenül ki tudok kapcsolni, el tudom engedni. Ha hazamegyek is, akkor teljesen tudok másra koncentrálni.
koncentrálni, szóval azért van magánéletem is. Ez nagyon fontos természetesen, persze, hogy az emberek is tényleg ki tudjon kapcsolódni. Mert itt a nyár a nyakunkon, elképesztő melegek vannak, melegek lesznek. Ugye a fiatal lányok, fiatal hölgyek általában repülnek, tengerpart, óceán, tehát mindenképpen víz legyen, és a lányok nagy része tényleg ilyen beach mániás, mondjuk ezt a szellemi magaslatot. Te hogy állsz ezzel téged? Mondjuk, hogyha megkérdezne egy Manó Erika, most odautazol, ahova akarsz. Mi lenne az? Milyen rész lenne ez a vizes, tengerparti, vagy inkább egy más jellegű? Ez is most egy érdekes dolog, mert az elmúlt években én itthon töltöttem a nyarat, és azt nagyon élveztem, és mindig valami aktív szabadidős tevékenységgel, ami akár egy kenuzás volt, vagy biciklitúra, vagy bármi egyéb, ami ilyen aktív kikapcsolódás jelentett. Idén egy kicsit úgy érzem, hogy inkább vágynék valahová máshova, és ha most kívánhatnék, vagy most akár csomagolhatnék és mehetnék, akkor Olaszországba szeretnék elmenni, igen, egy kicsit ott körülnézni. Hát akkor a pizza nem olyan jó Olaszországban, ezt hallottam egyébként, tehát akik kint voltak, tényleg, hogy ott tehát olyan rossz pizzák voltak, hogy hihetetlen. A magyar pizza jobb, mint az olasz pizza. Igen. Érdekes. Igen. Hát nagyon sok más étel van még, amit ott érdemes megkóstolni. Persze, kifli zsemle ott is. Na, nem sokára sajnos a műsor végéhez érünk, hogy közeledünk a műsor vége felé. Nagyon fiatal vagy, tele vagy tervekkel, vágyakkal. Mik a jövőbeli terveid? Szakmailag, magánéletileg, meg az élet egyéb területén? Hát most rengeteg új projekt áll előttünk a Gárdonyiban, ugye megnyertünk egy nagy uniós pályázatot, népmesepontot alakíthatunk ki az intézményben, ez most kiteszi a napjaink nagy részét, hogy ezen dolgozunk, és ezt készítjük elő, ugye szeptemberben indulunk a programokkal, rengeteg új lehetőség tárul most így elénk, és nagyon örülünk, hogy a városi és a megyei közintézményeknek a gyermekeit elhívhatjuk hozzánk, és vendégül láthatjuk különböző programok erejéig, ez egy nagyszabású dolog most. Aztán nagyon bízunk benne, hogy az épület teljes rekonstrukció és felújítása is már ugye itt kopogtat, és hogy most már annak a küszöbén állunk, ez is egy fantasztikus lehetőség lenne, és egy nagyon jó dolog, ezen is szeretnénk dolgozni, és bízunk benne, hogy minél előbb tényleg megtörténhet, nagyon sok új lehetőséget kínálna ez akkor nekünk. Úgyhogy szakmai téren ezek a dolgok, amik nagyon fontosak, illetve hát nyilván megőrizni mindazokat a programokat, amiket eddig is, minden, ami a hagyományainkhoz és az értékeinknek megfelelően működik az intézményben. Hát ettől függetlenül szeretném élni ugyanolyan boldogan és vidáman az életemet, mint most. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon jó a kapcsolatom a családommal, a testvéremmel, rengeteg barátom van, akikkel nagyon szeretek együtt lenni, közös programokat csinálni, a nagyszüleimmel például, tehát én nagyon élvezem ezeket az együttléteket, és ezért is, hogy közeledik a nyár, és talán több idő van arra, hogy egymással időt töltsünk. Tehát akkor te boldog, kiegyensúlyozott ember vagy, teszel érte, vagy te alapban ilyen beállítottságú vagy? Hát én alapból nagyon pozitív ember vagyok, én szeretek mindent arról az oldalról megközelíteni, hogy mit hogyan lehet, és nem pedig fordítva, és nagyon optimista vagyok. Én azt gondolom, hogy mindig is ilyen voltam, és talán ez is az, ami előre visz nehéz helyzetekben is. Én szeretem megélni a mindennapokat, nagyon tudok örülni a napi apró pici dolgoknak, én teljesen másban mérem a boldogságot, például azokban a dolgokban, amiket az előbb felsoroltam, tényleg a család, a barátok, a munka, a lehetőségeim, tehát én azt gondolom, hogy ezeket kell megélni, és akkor sokkal több boldog ember lehetne. Ez nagyon szép volt egyébként, de ritka az ilyen, és rajta tényleg, hogy ezt őszintén mondod, és őszintén gondolod, hogy ez, és ez valóban ezek a legfontosabbak. Én köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked mindenféle területen. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.